és hogy ez tényleg egy Istentől jövő korona. Ezt nagyon szépen végig nyomon lehet követni ezen az ábrán. Ugyanis a kérdés így hangzik. Itt a magyar szentkoronát látjuk. Egyetlen egy olyan eleme van, amelyből arra a következtetésre juthatnánk, hogy ez a magyar szentkorona. Ez a felvekereszt. Az összes többi elem, tessék már nekem ilyeneket mutogatni a magyar szentkoronát. Hol van ilyen a magyar szentkoronát? És különben is nem vettük észre, hogy ez az egész koronaépítmény a fejből nőtt ki közvetlenül. Ha pedig a fejből nőtt ki, ez mit jelent? Közvetlenül szellemi kisugárzás útján jön létre. Ez az, amit a látók, most megint aki nem hiszi, álljon utána, vagy kérdezze meg a gyermeket. A gyermeket 4-5 éves korukban még vígan látok. Azután elveszítik ezt a képességet, mert jön az iskola. Erre jó a modern pedagógia. Kiszúrja a szemüket. És ad helyet a pótlékot. Ezt a pótlékot nevezik egyébként a felvilágosodás óta, ez scientifikus, vagy nagyon tudományos hagyomány. Na most a tudomány az, mivel operál a nyelvében? Fogalmakkal, absztrakt fogalmakkal. Nincs bennük egyetlen egy kép sem, ugye? Ettől fogalom. Mondjuk ezt magyarul, fosztóképzővel. Képtelenségek. Mi a modern tudományos világkép? Képtelenségek sorozata. És nem több. Érdemes mondjuk forrásként Hamvas Bélához fordulni, hogy tanulmányokat töltött el ezzel. Gyönyörűen bizonyítja. Nyugati gondolkodókra is támaszkodva. Ugyanis a nyugati természettudomány már a 20. század első felében rájött, hogy nagyon nagy baj van. A modern tudomány az semmi más, mint hatalmi ösztön. Semmi több. Erre mondhatnánk József Attila szavaival, hogy ne csak a valót, az igazat. A tudomány csak a valót tárja, az igazat soha. Ugyanis nem jut el idáig, hogy ezen a szinten megrekedik. Szóval itt szellemi kisugárzás. Honnan lehet tudni ez kisugárzás? Gyerekekhez kell fordulni segítséget, a gyerek rajzoljon. Szinte szóról szóra ugyanazt fogom rajzolni, mégis mást. Ez egy létező gyermekrajz lemásolása, amit most látok. Molnár Jóska bácsi volt az, aki egyébként először közölte ezt a gyermekrajzot. Hát nem folytatom, mert nem húzom bele az időt, körbe lehet. Ő kicsoda. Ő a napisten. Személy? Persze, személy. Mert a gyerek még látja, tudja, érzékel és tapasztalja, hogy a nap az személy. Ha nem lenne a fény, a világosság, vagyis a nap közvetlen kozmikus környezetünkben személyes létezésű, akkor az ember se lehet. Ugyanis az ember fényből van. Ilyen egyszerű. Minden személyes csak a sátán. És ő szól hozzá, a gyerek az egyébként válaszol is. Láttunk már kisgyermeket beszélgetni a nappal? Láttunk már kisgyermeket beszélgetni az állatokkal? Láttunk már kisgyermeket beszélgetni a virággal? Láttunk már költőt beszélgetni a hangyával? Igen, mert ő felnőttként meg tudta őrizni azt, amit a gyermek tud. Mert ő felnőttként gyermeki lelkű volt, ezért képekben beszél. Engedjétek hozzám a kisgyermeket. Mert csak ők fognak a mennyek országába. És itt a nagy feladat. Meg tudjuk-e őrizni gyermeki tisztaságunkat a felnőtt korra? Vagy odaadjuk a sátánnak, aki már 7 éves korunktól kezd elveszni a televízión keresztül, és igen, tetszik, nem tetszik, az is kell a keresztés.
ugyanis az iskolarendszer kizárólag a bal féltekét egre círoztatja. A jobb féltekületben is semmi nem lesz. Föltűnt, hogy a 20. század második felétől a művészeti nevelés alávetett helyzetbe került az oktatásban? Föltűnt, hogy az esztétikumnak milyen a szerepe az oktatásban? Föltűnt, hogy az intuitív megismerést hogy nyomták el az oktatásban, arra hivatkozva, hogy a racionális megismerés az egyetlen igazság? Csak hogy ez hazugság, hazugság és hazugság. Hogy Kodály országában nem tanítanak ének-zenét rendesen az iskolában? Nem szégyenik a Kodály Zoltán országában. Amikor a japánok örülnének, használják is egyébként a Kodályt. Dobjuk el az értékeiket, az igazi értékeiket, és fölvesszük helyette a hamis talmit, ami nyugatról jön. Mert nem tanultuk meg, hogy nyugatról csak az áldozat hozatal érkezik. De érték nem. Igazi érték nem. Nézzük meg, mi a nyugati kultúra. Gyönyörűeket tudnak írni és mondani. Mit valósítottak meg belőle? Egyetlen egy van. Semmi. Hangos Béla írja, hogy ha holnap valaki elégetné a könyvtárat, az összes könyvet, amit a nyugati kultúra teremtett, következő nap senki észre nem venni a jelenet. Semmi. Egy picit gondoljunk bele, hogy mekkora igazság van meg. Ugyanis semmiből nem lett megvalósítható életem. Semmi. Szóval ő a világvilágosság és a nap. Egy lényegű a nap és a világvilágosság. Szent. És mit rajzolt a gyermek? Neked örökkel ez nincs. Semmi. Ez a sugárzása a nap. Akkor ez itt mi lesz? Ugyanazok a képjelek. Ez a sugárzása. Kinek? Annak a személynek, aki a legmagasabb szintjére lépett, hogy is királlyá vált. És ki az, aki király? Tele van a magyar népmese hagyomány a királyokkal. Milyen királyokkal? Akik azért lettek királyok, mert az összes képességüket uralja. A modern ember alig-alig uralja valamilyen képességet, legyünk őszintén. Az egész modern pszichológia arról szól, hogy mi az a vastag réteg az emberben a tudat alatt, amit nem tud uralni. Ugyanis ezt nevezik ösztönvilágnak. Tudat alatti. Most ennek az átvilágítása még nem történik meg, de az összes ott lévő erőnek. Azért azt vegyük észre az ösztön szó és az Isten szó, hogy ilyen moldvaiasan mondjam, ugye mert ők szejpítenek. Isten, ösztön, ez ugyanaz a szó. Ösztön az az isteni erő, ami bennem nincs átvilágítva. És kivel világíthatom át? A világvilágosság. Hát erről szól az egész. Addig viszont narkotikum bennem, mert a narkotikum nem csak azt jelenti, hogy belövöm magam, vagy megiszok 10 pálintára 20 csiki sört. Az igazi narkotikum az, ami a tudattalan van. Mert nem tudom, mikor tör föl, nem tudom, milyen módon, és nem tudom, milyen irányba fogja a viselkedésnek lenni, ugye? Egyébként a kábítószer is ezért veszélyes, mert megnyitja a kaput az ösztön fel. És nem lehet tudni, hogy mi fog történni. Mert az ember nem világos lényként viselkedik olyankor, hanem sötét. Mert azok az erők, amelyek felszabadulnak, nincsenek átvilágítva. Na hát itt már táj szakralitására mindjárt nem lesz úgy, hogy átkanyarodjunk valahol a másik. Ezek nagyon fontos alapkérdések. Egyébként, ha már itt tartunk, dicsőséges tudomány. Itt egy 20. századi felfedezés, amely megrengette a fizikát. Gyermekrajzban oda van rajzolva, észrevettük. A fény egyszerre hullám természetű, és egyszerre részecske természetű. Igen, de ezt a 20. századi fizika fedezte föl. A kvantummechanika. Honnan tudja gyerek 4 éves korában? Olvasott Schrödinger? Vagy Heisenberget? Nyilván nem. Most ez a lényeg. Ez a lényeg. Van egy olyan tudás, amely kinkeservesen visszaszerez az ember absztrakt módon. És van egy olyan tudás, amely velünk születik. Hogy ez tényleg velünk született, ezt onnan lehet tudni, hogy a magyar nyelvben a bölcső szó és a bölcsesség szó azonos gyökerű. Ez a tudás ott van a bölcsőben minden gyereknek.
De mivel nem fogalmi, nem úgy kell tőle megkérdezni. Kislányom, a fény az duális. Tessék abba, mi baj? Nem, hanem mondjuk oda kell egy ceruzát rakni a kezébe, és azt mondom, ranzoljál, mert ez egy képes tudás. És tudják, miért képes tudás? Mert képességes tudás. Ez a képességekből sarjadzik, és ami a képességből sarjadzik, az kép. Azon egyszerű oknál fogva, mert Isten is képszerűen teremtett a világot. Gondolatunk. De ezt még a latin is tudja, imago kép. Mágia, képesség. Ugyanaz. Mind a kettőben egyébként a magban észrevettük. Na most, ha a mag egész áradatával számolni kell, azt hogy mondjuk? Mag ár. Lágyítsuk. Magyar. Na most itt van a mag. Ugyanis, ha megkérdezik ezt a kislányt, aki ezt a rajzot készített, elmondja. Mi ez a kis gumócska? És ő mondja, kicsit furcsán is néz a felmondat, hogy most ez nem tudja. És mit kérdezős? Alap dolgokat nem tud a világból. Hát ez a fény mag. Ugyanis a fény magocskákban érkezik a Földre. A Föld Isten anya befogadja az áldott ölébe. És ez a fény mag átmegy egy átváltozáson. Whitefield-en már érzékeltük, hogy miről beszélünk. Mondom, átváltozáson. És lesz belőle szárba szökkenő fénymag. Ezt úgy hívjuk, hogy növény. A nő a fény felé. Többet tud, mint a nagyvárosi ember. Mert még megismeri a fényt és tud felérni. És lesz belőle állat. Ha állapotszerűségbe zárkózik. Mert a régi magyar nyelvben az állat és az állapot az ugyanazok a szavak. Ezért mondták, hogy asszony állat. Nem azt mondta, hogy állatnak néztek, hanem azt mondta, hogy a nő most egy állapotszerűséget vett föl, abba öltözött. Ezért hívom. És lesz belőle ember, amikor legmagasabb szinten ismeri föl magát. És amikor ember lett és fölismerte magát, akkor már a mindeneket magához tudja venni fényként, ez az ételi tanszertartás, és föl tudja emelni a benne lévő fénymagocskákat, és vissza tudja juttatni szellemi kisugárzás szintjén az eredeti világosság formában. Ezt hívják fényfelszabadítás műveletének. Abban a vallásban, amit pedig magyar vallásnak nevezhetünk. Nyugodtan. No tehát itt egy fényfelszabadulás. A fénymagocskákat az őskortól kezdve gyöngyelják. Amikor én nagyon szerelmes vagyok, és odahajlok a kedvesemhez, ezt súgom a fülébe. Gyöngy. A magyar szemüvegben tele van gyöngyökkel. Milyen gyöngyökkel? Fehér színű, úgynevezett igaz gyöngyökkel. Ugyanis a gyöngy a fény, és az igazság. Én vagyok a világ világosság. És én vagyok az út, az igazság és az élet. Mit fogok a kezemben tartani? Így. Természetszerűen gyöngyöt. Nem azért tartja egy Jézus Krisztus az úgynevezett pantokrátor típusú ábrázolásokat, az egyik kezé, mert ő az omega jelet mutogatja mindenkinek, hogy végre megértsék, tehát az utolsó ítélet. Hanem azért tartja így a kezét, mert ő eredetileg volt valami, ami Bizáncban már kibotja. És lett belőle omega jel. De ott eredetileg egy igaz gyöngy van. Igaz gyöngy. Igazság, világosság, fényfelszabadítás, vagyis szakrális királyság. Mert kiderül, ha egy fény magot törnek ki a szellemből, akkor ez egy fénykorona, igaz? Fényből van? Fénykorona. Ha pedig fénykorona, akkor most jön a nehezebb kérdés. Ez egy átmeneti idejű korona, vagy egy örök életű korona. Hát ha fényből van, akkor egy örök életű korona. És ha ez egy örök életű korona, akkor ez milyen királyság? Örök királyság. Mondjuk ki, mert ünnepélyes pillanathoz érkeztünk. Magyarország